Sziasztok, szájkolisták, üdvözlök benneteket december első hétfő esti szokásos videójába. A ma esti videóba órát hoztam magammal, így aztán tudhatjátok, hogy ez ma kézre fel videó lesz, de ennek ellenére ez egy nagyon tartalmas lesz, egy kicsit talán nem annyira szokványos, mint a korábbiak, hiszen lesz itt magazin, lesz itt Mikulás, és lesz Hufnagel is, de nem a Mézga családból. Én Lichtenberger Attila vagyok, ez pedig a Psycho Boutique Budapest YouTube csatornája. Tartsatok ma este is velem! Ahogy a bevezetőben is említettem, már több témát hoztam a ma esti rövid hétfő esti videóba, és kezdjük egyből Mikulással, hiszen pénteken fog érkezni Santa Claus a Lapföldről, de nekünk már elküldte előre a Mikulás a sapkáit. Ezeket a sapkákat pedig megtaláljátok a weboldalunkon, és ezeken a sapkákon található órákhoz pedig egy kis kedvezményt is párosítottunk. Úgyhogy irány a psychobutik.hu, keressétek az e-butikot ezen belül, e-butik menüpont, és ott, hogyha lapoztok, akkor megtaláljátok a Mikulás sapkás órákat, itt pedig egy kis kedvezménnyel kedveskedünk nektek, egészen addig, amíg ténylegesen a Mikulás megérkezik, aztán összegyűjti a sapkákat és hazaviszi magával a kedvezményekkel együtt. Ezt követően a másik nagyon fontos hír, amit mindenképpen ma meg akarok osztani veletek, az, hogy a holnapi nap kezdi a posta szállítani a legújabb magazint, ami pénteken került ki a nyomdából, elvittük a budapesti elosztó központba, leadtuk a címlistát is, úgyhogy azok, akik jelentkeztek a magazinra, és elő vannak fizetve, illetve bejelölték a hírlevelet is, azok számára már is postázunk, én nagyon bízok benne, hogy csütörtök péntek magasságában már mindenkinek a postaládájában lesz. Ha ez így lesz, akkor ne felejtsétek el megmutatni a magazint az órátokkal együtt, akár a Psycho Watch Hungary csoportban, igazi Psycho-listáknak az otthonában, vagy pedig a psychobutik.hu oldalon fogunk készíteni egy posztot, és ez a poszt alá várjuk ezeket a fotóitokat. Ennyi bevezető után pedig térjünk az órára, arra az órára, amin HUF felirat van, de ez jelen pillanatban nem a magyar forintot jelenti, mert akkor bizony az órának a tokozatát is meg kéne erősíteni, hogy ebben a zuhanásban ne essen nagyot, ne törjön össze a szerkezet benne, de nem is Hufnagel, a Mézga családból érkezik, hanem Keith Hufnagel, egy amerikai fiatalember, aki korábban deszkázott, egészen pontosan Manhattanbe, viszont onnan elköltözött San Franciscóba, és itt alapított egy céget, egy olyan céget, ami a deszkás culture világot erősítette, hiszen nem csak deszkákat árult, és nem csak ezeket finomította, hanem emellett nagyon sok kiegészítőt is. A Hufnagel név nem csak San Franciscóban, hanem világszerte népszerűvé vált, és Japánban is több mint 20 üzletet nyitott már időközben, és ezekben az üzletekben nem csak, ahogy mondtam, deszkákat, hanem ruhákat és egyéb kiegészítőket is lehet kapni. És ahogy a mai világban nagyon népszerű, hogyha valaki szeretné kifejezni önmagát, és a saját márkáját szeretné tovább erősíteni, akkor ezt úgy tudja legjobban, hogyha keres olyan kollaborációkat, amik az életérzésével párosulnak, és így a márkák egymást erősíteni tudják. Így talált egymásra a HUF márkanév és a Psycho Five Sports, és ennek a gyümölcsét láthatjátok itt a kezemben. Egészen pontosan 7000 darab készült ebből az órából, amit az is jelöl, hogy egy önálló saját doboza lett, egy saját limitált kiadású doboza, és ebben a fém dobozban található az óra, és akkor ahogy itt bontom, már is az első legszembetűnőbb, nem csak az, hogy egy matrica van a kezemben, hanem hogy egy igazi zöld HUF-os matrica van, hiszen erre a márkára ez a zöld szín az, ami igazán markánsan jellemző. Ezt a zöld szín sok ruhán is megtaláljátok. Elkezdjük felfedezni az órának azon részleteit is, ahol ez a szín látható. De még mielőtt az órának a részleteivel elkezdeném, még egy apró részletre engedjetek meg, hogy fölhívjam a figyelmeteket, ami itt a dobozban van, a szivacsra rányomtatva, ennek a HUF márkának az egyik mottója, ez pedig úgy szól, hogy az idő nem vár senkire. Ez mindenre is igaz, arra is igaz, hogyha szeretnétek ilyen órát venni, akkor minél hamarabb döntsetek, és jelentkezzetek a hozzátok legközelebbi Psycho üzletben, vagy esetleg a Psycho butikban, hiszen a limitáltság miatt további darabszámot nem biztos, hogy tudunk szerezni. Szóval visszatérve az órára és a színekre, rögtön láthatjátok, hogy a Psycho Five Sportson belül az SKX sorozatba tartozik ez a modell, ugye emellett van még a Field sorozat egy picit kisebb tokátmérővel, és az SNX SS az egészen pici, viszont az igazi régi Psycho 5-ösöknek a vonalvezetésével. Szóval SKX tokozat, ez azt jelenti, ugye, hogy 10 báros vízállóság van, viszont ami mindenképpen érdekes,
hogy nem az SKX mutató készlettel készült ez az óra, hanem a Seiko 5-ösökre jellemző mutatókkal, és ez egy kicsit ilyen retro feelinget ad az SKX sorozatnak. Ez mindenképpen az első érdekesség, és hogyha már a mutatóktól indultunk, akkor ugye a másodperc mutató az, ami leginkább mozgékony a zöld színek közül, de a másodperc mutató alatt láthatjátok a számlapon a HAF logóját az automatik felirat fölött, illetve az is szembetűnő, hogy a 20-tól a 60-ig egy zöld csík látható a számlaptartó gyűrűn. Ugyanezen a számlaptartó gyűrűn a maradék a 12-től 20-ig az világos kék színt kapott, és ennek a ráma felőli külső ívén pedig egy piros szín található. Én azt gondolom, hogy a színek mellett beszélni kell arról is, hogy a piros színnek az egész körre kiegészítő csíkját fehérre festette a gyár, fehérre választotta, erre azt szokták mondani, ez ugye nem szín, de mindenképpen azt gondolom, hogy az egyensúly érzethez hozzátartozik, és így lesz igazán kerek és színes a világ, és azt gondolom, hogy ettől lesz igazán dinamikus ez a deszkás kiadás. Még egy utolsó dolog, amit a számlap felőli oldalról szeretnék nektek megmutatni, ez pedig a dátum kijelző tárcsa és annak a kerete. Ahogy itt a kezembe is láthatjátok, per pillanat ez a kanjira van állítva, ugye ez már tavasz óta az új modelleknél, mindegyiknél így érkeznek az órák, vagy angol, vagy pedig kanji felirattal a napoknak a neve, és ugye miután day-date-es, ezért mellette a hónapoknak a napjai. Miután day-date-es a szerkezet, akkor innentől kezdve tudhatjátok, hogy 4x36-os szerkezet van benne, ez a 40 plusz órás járás tartalékkal rendelkezik, és ez van a legtöbb Seikóba beépítve. A számlap felől most elindulok a hátlap irányában, és ahogy elkezdem fordítani az órát, ugye a korona mellett láthatóak a koronavédő kialakítása ennek az SKX tokozatnak, de ennél sokkal érdekesebb az, hogyha oldalára fordítom az órát, akkor a koronába bele van gravírozva szintén a HAF felirat, majd pedig, hogyha kinyitom az órának a zár részét, és akkor jobban hozzá lehet férni a hátlaphoz, akkor láthatjátok, hogy ennél a modellnél az üveg hátlap teljes egészében a HAF-ra jellemző zöld színnel van lefestve, középen látható még egyszer a logó, és az óra hátlapjának a felső részén a Limited Edition felirat alul pedig a 7000-es sorozatnak az modell száma. A dizájnról többet nem tudok mondani, viszont a műszaki paramétereit vagy az órának a paramétereit mindenképp megemlíteném azok számára, akik kevesebb Seiko Five Sports modellel találkoztak eddig. Az SKX sorozatra jellemző, hogy az óra tokátmérője 42,5 mm-es, 13,4 mm a tok vastagsága, és a tokfül távolság, tehát a két végszemnek az egymástól való távolsága 46 mm, ez az szerintem a méretek közül, ami leginkább biztosítja a nagyon kényelmes viseletet, hiszen a 45-höz közeli méretek azok, amik jellemzően kisebbeknek mondottak, és azok, amik jellemzően a kényelmes viseletet biztosítják. És akkor ennyi beszéd és adat után, akkor tegyük meg azt a mozdulatot, amiről a videó is kapta a nevét, kézre fel, ezt a Hufnageles modellt. Kinyitottam már ugye a zárat korábban, és akkor felhelyezem a csuklomra. Aki rendszeresen nézi a videóimat, az tudja, hogy az én csuklomnak a kerülete 19 cm, így könnyebben el tudja képzelni, hogy mit mutat ez az óra az ő kezén. Én azt gondolom, hogy SKX modellből már nagyon sokat megmutattam, nagyjából azért tudjátok, ismeritek ezt a modellkiadást. Egyetlen dolog, ami ebben egy picit különlegesebb a többihez képest, még egyszer ez a mutató szett, az óra és a percmutatónak a kialakítása, az nem a szokásos SKX-é. Azért megmutatom itt szemből, hogy hogyan fekszik a csuklomra a 13,5 mm-es tokát, tokvastagságú modell, a 42 és feles tokátmérő, és talán még azt érdemes megmutatni, hogy ez a három részből álló fémszíj, ez hogyan fekszik az én viszonylag, azt gondolom, hogy a közepesnél kicsit vékonyabb csuklomra, de nagyon szépen. Ezen kívül még talán érdemes megemlíteni azt is, hogy ennek a zár része, ez annyiban mikroállítós, hogy négy pozícióban lehet állítani, tehát azok számára, akiknek napon belül egy kicsit vastagodik a csuklója, vagy vékonyodik, akkor itt tudja ezt követni. Ez a négy look egy kicsit több, mint egy fél csatszem, tehát majdnem egy egész, amennyivel lehet anélkül játszani, hogy ki kéne szerelni egy komplett csatszemet
az órából. És ahogy lenni szokott, mindig az óra bemutató végén feltöltöm a Lumibright elemeket, ezután lekapcsolom a lámpát, és akkor megmutatom nektek, hogy sötétben hogyan világít ez a SRPL33K1-es Hufnageles modell. Amíg nézitek a Lumibright elemeket, hogyan világítanak, addig elmondom, hogy az órának az ára 162.000 forint, és mivel hogy már itt van a kezemen, ezért az az információ is természetes, hogy minden boltban már jelen van, vagy legalábbis úton van a boltokba, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor menjetek el és nézzétek meg személyesen is. Szóval a mai videó tartalmát összefoglalva még egyszer, a weboldalon keressétek Mikulás sapkáját, ami alatt egy kisebb kedvezményt találtok. Ezen kívül a magazinra, hogyha eddig nem tettétek volna meg, akkor jelentkezzetek a Seiko klubtagságon keresztül. Igaz, hogy akkor ti majd a második körben fogjátok megkapni a magazint a jövő héten. Azok, akik megtették már korábban, őnekik a héten megérkezik a postaládájába. És végül ne felejtsétek el, hogyha ez a háfos deszkás kollaborációs Seiko 5 Sports óra tetszik nektek, akkor minél előbb jelentkezzetek valamelyik hozzátok közeli Seiko üzletben vagy a Seiko butikban, és hogyha oda mentek, akkor pedig SRPL33K1 az órának a cikkszáma, így keressétek a boltokban. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, eddig nem tettétek volna meg, akkor évvégi karácsony ajándékként iratkozzatok föl a butik csatornájára is. Ha a harangot megnyomjátok, akkor pedig a YouTube jelent nektek a következő videóról. De letölthetitek az applikációt is, és akkor tőlünk nem csak a videóról kaptok értesítést, hanem minden új hírről, minden új modellről. Sziasztok!